Bár a homokon általában a futball, a kézilabda vagy a röplabda a leginkább szemnek megszokott sportág, az elmúlt hétvégén birkózók feszültek egymásnak a Sóstói parkfürdő pályáján. A Nyírsport esei már hetedik alkalommal szervezte meg a Sóstó Kupa nyílt strandbirkózó viadalát Nyíregyházán. A különleges sportág Amerikából származik, mondta el Pocsai István, a szervező egyesület elnöke. Az volt a cél, hogy minél egyszerűbbek legyenek a szabályok, ennek megfelelően a népi sportágokból választottak egy szabályrendszert. Maximum 3 percig tart egy menet, ha kitoljuk az ellenfelet a körből, akkor 1 pont, hogyha a kezén kívül bármelyik része a földet éri, szintén 1 pont, és hogyha a hátára érkezik az ellenfél, az viszont 3 pont és véget is ér a mérkőzés, ugyanis vagy 3 perc, vagy 3 pont. Tehát viszonylag egyszerű szabályok. A hétvégi versenyen óvodás korcsoporttól egészen veteránkorig szerveztek mérkőzéseket a különböző súlycsoportokban. Az igazolt birkózók és a résztvevő egyesületek tekintetében igen színes volt a paletta. A nyíregyháziakon kívül a vármegye több pontjáról érkeztek versenyzők, emellett pedig Hajdú-Bihar vármegyei, sőt határon túli birkózók is jelen voltak. Szlovákiából érkeztek, főleg a megyéből, illetve Tiszacsege, aki a másik megyéből jön, ők akik igazolt versenyzők, tehát klubok, Balkány, Bökön, Hajdunárnás, tehát elég sok klub összejött. Itt kiemelném például Balkányi csapatból Felföldi Szabolcs, többszörös korosztályos magyar bajnok a birkózásban, ő is eljött, és a kasaiak közül pedig a idei serdülő Európa-bajnok 5. helyezett is részt vett a versenyünkön. Az eseményen ugyanakkor nem csak egyesületben szereplő birkózók vehettek részt, bárki kipróbálhatta magát a Sóstói Kupa alkalmával. Szeptembertől egyébként rendszeres versenyeken vehetnek részt a Nyírsport ESE igazolt birkózói, a Diák Olimpiai selejtezők, majd döntők alkalmával.